Az egészségpercek következő része ismét egy nagyon aktuális témát boncolgat. A következő részben a pollenallergiáról lesz szó, melyről a csipaksemjéken beszélgettünk. Az egészségpercek következő adásának egy nagyon különleges és nagyon szép helyszínt választottunk. Mórahalmon vagyunk a csipaksemjéken, és hogy pontosan miért vagyunk itt, és miért választottuk ezt a helyszínt, azt majd ön fogja nekünk elmondani. Szeretettel köszöntöm én is a tévénézőket. Azért választottuk ezt a helyszínt, mert végre eljött a jó idő, és sokan most már ki tudunk menni a szabadba, és felhőtlenül élvezhetjük ezeket a perceket. Azonban minden ötödik ember itt Magyarországon az úgynevezett pollenallergiától szenved, és ez az időszak, ami most elindult, ez az allergiások szempontjából is egy veszélyeztetettebb időszak. Méghozzá most így, ahogy elindult itt a május, június, július időszak, pázsit fűfélék azok, amelyek virágoznak és ontják ki a polleneket, amelyek igazából az allergének, amelyek a panaszokat okozzák. Hát akkor kezdjük a legelején, mit jelent a pollen allergia, és hát miért is ilyen veszélyes ez, hiszen említette, hogy minden ötödik embert érint, tehát ez egy igen komoly, akár népbetegségnek nevezhető. És az allergiával kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy, az immunrendszerünk az úgy működik, hogy az a feladat, hogy felismerje, hogy mi a sajátunk, mi az, ami idegen számunkra. Ami idegen számunkra, az ellen fel kell lépni, meg kell védeni tőle a testünket, de vannak olyan típusú anyagok, amelyekre bizony választ kell adnunk, mint mondjuk a baktériumok vagy vírusok, amelyek ellen küzdeni kell. A természetben nagyon sokfajta más olyan anyaggal is találkozunk, ami ellen nem kellene, hogy egy komolyabb és erős immunválaszt, egy reakciót hozzunk létre. És az allergia esetén is egy túlzott immunválasz lép fel, tehát ez az immunrendszernek a nem megfelelő működése, túlműködése, kisiklása. És az allergia is egy ilyen túlérzékenységi reakció, amikor olyan anyagokkal találkozunk, amelyekre nagyobb mértékű immunválaszt adunk. És az allergiáknak az egyik típusa az az, amikor a levegőben szálló pollenek okozzák ezeket a betegségeket. Itt az allergiát kiváltó anyagok, azok maguk a pollenek lesznek, ezeket nevezzük allergéneknek. Milyen pollenekről lehet beszélni? Gondolom ezek között is van azért különbség. Így van, van különbség. Tehát a pollenek azok maguk a virágporok. Itt Magyarországon ott március környékén indul el a pollen szezon. Három nagy időszakot tudunk elkülöníteni. A márciustól kezdve úgy május elejéig akkor a fáknak a virágzási időszaka van, utána indulnak el a pázsit fűfélék, ide tartoznak például a gabonák is egészen úgy augusztus elejéig, és aztán augusztus közepétől őszig pedig a gyomféléknek a virágzása van, és ide tartozik például a parlagfű is. Milyen tüneteket okoznak ezek a pollenek egy allergiásnak, milyen tünetei vannak? Hogyha kifejezetten pollenallergiáról beszélünk, ugye legtöbbször az történik, hogy a virágzás során, ugye ők szélbeporzású növények, a szél az felkapja ezeket a virágporokat, polleneket, és ezek eljutnak ugye az emberi szervezethez. Attól függően, hogy hol találkozik az emberi szervezetünk ezek a pollenek, kell, attól függően jelennek meg a tünetek is, és a panaszok is. Leggyakoribb ilyen területek azok ugye a szem, ahogy a levegőt beszívjuk, az orr, valamint a száj. Tehát leggyakrabban szem, orr, torok és száj panaszok jelentkezhetnek. Az első ilyen fontos panaszkör, hogy amikor találkozunk ezzel az allergénnel, aki hajlamos az allergiára, és kialakul nála ez az allergiás reakció, ott az allergénre, a pollenre úgynevezett hisztamin szabadul fel, és ez a hisztamin viszkető érzést okoz. Tehát szemviszketés, orrviszketés, torokviszketés, ami egy gyakori tünet és panasz lehet. És ugye ez a viszketés, ez ingerli a szervezetünket, tehát a tüsszögés, ami például elindul, ez is egy klasszikus jele magának a pollenallergiának. Akkor megduzzadnak a nyálkahártyák, vérbőség alakul ki, tehát a vörös szem is például egy ilyen jellemző jel lehet, és utána ez a fokozott vérbőség, valamint megduzzadás, úgy a váladékozásra jár, tehát a szemváladékozás, orrfolyás, ami aztán hátrafolyva a garati részbe ugyanúgy tüsszögést, köhögést fog utána elindítani.
hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy nekünk valóban pollen allergiánk van, tehát hogyan tudják ezt kivizsgálni? Most ezek nagyon klasszikus jeleknek tekinthetők, tehát a szemvörösség, a viszketés, a tüsszögés, az orrfolyás. Meg kell néznünk azt, hogy például a pollen naptárat, hogyha megnézzük, hogy melyik növény az, ami éppen virágzik, és meg kell magunkon figyelni azt, hogy tényleg az történik-e, hogy mondjuk mindig májusban, amikor az adott növénynek a virágzása van, akkor jelentkeznek nálunk a tünetek. Mert az egyik ilyen jele a pollen allergiának, hogy a tünetek általában akkor állnak fent, amikor maga az allergén is van. Tehát egy önmegfigyelés az nagyon sokat tud segíteni. Valamint az allergiára jellemző az, hogy ez öröklődik, tehát a hajlam maga öröklődik. Nem biztos, hogy én allergiás leszek, hogyha édesapám, édesanyám allergiás volt, de nagyobb esélye tud kialakulni. Tehát megnézni a családban, a felmenőknél, hogy náluk például alakult-e már ilyen allergia. Hogyha felmerül ennek a gyanúja, akkor vannak különböző diagnosztikus lehetőség, amikor megbizonyosodhatunk arról, hogy tényleg egy adott növényre nekünk például allergiánk van. Bőrgyógyászok, immunológusok végeznek általában ilyen teszteket, például bőrpróbával, ami azt jelenti, hogy az ismert pollenből, allergénből, például egy parlagfű kivonatot cseppentenek a bőrünkre, azt kicsit megkarcolják, és megnézik azt, hogy létrejön-e válasz például a bőrfelületen. Tehát ez a bőrtesztek az egyik típusa, amelyekkel megállapítható, hogy valaki allergiás vagy nem allergiás egy-egy pollenre. Vannak vérvizsgálatok is, amikor az immunrendszernek az immunglobulin E-típusú antitestjét nézik meg, hogy az milyen mértékben van jelen az adott allergénre. Tehát általában az önmegfigyelés és a bőrteszt a leggyakrabban alkalmazott módszer, amivel ezeket meg lehet állapítani. De az esetek nagy részében azonban, mivel egy ember nem csak általában egy típusú pollenre allergiás, hanem többfajta virágpollenre is, ezért néha nehéz felállítani a diagnózis, hogy pontosan ki mire allergiás. Na most a tüneteket ugye lehet kezelni, gondolom én lehet szinten tartani, ezzel életünk végig együtt kell élnünk, vagy ezt meg lehet szüntetni a pollen allergiát, hogyan működik utána, mit kell tennünk, ha kiderült, hogy allergiások vagyunk? Az egyik lehetőség az az, hogy ugye, ahogy mondtam már, hogy az immunrendszernek a nem megfelelő működése áll a háttérben. Tehát az immunrendszert is meg lehet tanítani arra, hogy ha találkozunk ezekkel a pollenekkel, allergénekkel, akkor ne kezdjen el túlműködni és rosszul működni. És rendelkezésre állnak bizonyos immunterápiák, ami azt jelenti, hogy parlagfűnél általában a poratkánál, ami ugyanúgy allergiás panaszokat tud okozni, hogyha folyamatosan a szervezet találkozik ezekkel az anyagokkal, akkor megtanulja azt, hogy nem kell ezekre túlzott reakciót adni, és egy idő után lecsillapodik az immunrendszer. Tehát le tudjuk csökkenteni és folytani az immunrendszernek ezt a túlműködését. Ez az, ami hosszabb ideig megoldást biztosíthat egy ember számára, de általában ezek a kezelések általában 2-3-4-5 évig tartanak, és egy folyamatos, találkozást igényel magával az allergénnel, ami azt jelenti, hogy például a parlagfű kivonatot nyelv alá kell helyezni bizonyos időszakonként, és így jut be a szervezetbe ez az allergén, és megtanulja, hogy nem kell a parlagfűre ilyen reakciókat kialakítani. Tehát ez az egyik lehetőség, hogyha valaki nagyon szenved tőle, a mindennapjait olyan mértékben befolyásolja, hogy problémát okoz a munkában, a sportban, alvásban, tanulásban, akkor bizony ilyen jellegű terápia, mint az immunterápia, az nagy mértékben tudja javítani az ő mindennapi életét és életminőségét. Tehát ez az egyik lehetőség, amikor konkrétan azt mondhatjuk, hogy az okot próbáljuk megoldani és kezelni. Másik lehetőség, igen, hogy megelőzzük azt, hogy ezek az allergiás reakciók elfajuljanak, vagy nagymértékűek legyenek. Ugye ahhoz, hogy létrejön ez a reakció, az kell, hogy mi magunk találkozzunk a pollennel, az allergénnel. Tehát minden olyan életmódi váltás, amivel csökkenthetjük annak az esélyét, hogy én találkozok az allergénnel,
csökkentjük annak a mértékét, hogy mennyi allergén jut be az én szervezetembe, ezzel a panaszokat is mérsékelni tudjuk. És ebben nagyon nagy segítség lehet az, hogyha például követjük a pollen naptárat, tehát tisztában vagyunk azzal, hogy a számunkra panaszokat okozó virágok mikor, vagy növények, bocsánat, mikor virágzanak, és arra az időszakra nekünk sokkal jobban oda kell figyelni. Emellett, ami még segítségünkre lehet, hogy országos szinten vannak pollen koncentrációt mérő berendezések, és ezeket térképszerűen közzé is teszik, tehát ez is segít bennünket abban, hogy felkészüljünk arra az időszakra, amikor pollenekkel találkozhatunk. Amiket általában javasolni lehet, az az, hogy ilyenkor minél kevesebb időt töltsünk ugye a szabadban, akkor, amikor nagy eséllyel találkozhatnánk pollennel. Tehát ebben az időszakban, amennyire csak lehet, inkább bent tartózkodjunk. Hogyha szeretnénk mégis kimenni, akkor olyan időszakot válasszunk, ami például a kora reggeli órák, vagy a késő esti órák, amikor már a szél lecsillapodik, kevésbé van légmozgás. Kifejezett nagy esőzés után például, amikor maga a nedvesség részben megköti, feloldja ezeket a polleneket, akkor is kisebb a szálló pollen koncentráció, akkor menjünk inkább a szabadba. Nézzük az időjárás előjelentést. Minél inkább szélcsönd van, annál kisebb az esélye, hogy a légutakba vagy a szemünkbe kerüljenek ezek a pollenek. Hogyha kimegyünk, és mégis ki kell, hogy menjünk, akinél nagyon súlyos panaszok vannak, ők például alkalmazhatnak maszkokat. Tehát vannak olyan minőségű maszkok, az orr és a száj részt lefedve, amelyek a polleneknek egy jó nagy részét képes megszűrni. Ugyanúgy például érdemes ilyenkor olyan szemüveget hordani, napszemüveget, ami jó szélesen letakarja magának a szem és a szem körüli területnek a részét, ezáltal a szem tüneteket és panaszokat tudjuk mérsékelni. Ezek, amik kintre, vagy a kint tartózkodásra utaló, vagy kint tartózkodáshoz javasolt tanácsok. A másik lehetőség az az, amikor ugye bent vagyunk. Ugye amikor kimentünk, kint vagyunk, hazamérkeztünk, akkor például nagyon fontos az, hogy ugye a ruhánkon keresztül is, meg a hajunkon, a cipőnkön ugyanúgy a természetből bevihetjük ezeket a polleneket. Tehát célszerű még kint, vagy az előszobában, vagy a mosókonyhában levetni a ruháinkat, a cipőnket, azokat megtisztítani, és utána, amikor megérkeztünk haza, főleg minél hosszabb a hajunk, akkor hajat mosni. Mert a hajunkon is megtapadhatnak ezek a pollenek, befekszünk vele az ágyba, és utána az éjszakai órákban is ugyanúgy ezek a panaszok kialakulhatnak és fennállhatnak. Tehát az, hogy minél rendszeresebben cseréljünk ruhát, például a cipőnket tisztítsuk, a hajunkat rendszeresen mossuk. A ruháinkat, hogyha mossuk, az nagyon fontos, hogy ne kint a szabadban szárítsuk meg, mert akkor a pollenek rászáradnak, ugyanúgy magunkkal bevisszük. A hálószobánkban ugyanúgy az ágyneműt is célszerű minél gyakrabban cserélni. A portalanítást megtenni minél gyakrabban ebben az időszakban, vizes felmosást megtenni ebben az időszakban szintén segíti azt, hogy a bent az életterünkben pollen minél kevesebb maradjon és kevésbé okozzanak panaszokat. Éjszaka, ugye a fontos azért nyilván, hogy friss levegő jusson be a hálószobánkban. Nappal, amikor nagy a szél, akkor próbáljunk meg zárt ablak mögött lenni és élni. Hogyha ezt nehezen tudjuk megoldani, akkor vannak már nagyon jó pollen szűrő hálók, amit az ablakra tudunk felrakni, és ez nagy biztonságot tud nyújtani abban, hogy nyitott ablak mellett is a levegő be tud áramolni, viszont maga a pollenek azok kint maradnak. A takarításnál is például célszerű olyan porszívót használni, amivel lehet belehelyezni olyan szűrőt, ami aztán megfogja a polleneket. Akkor házi állatot például, hogyha az kint van, akkor ilyenkor célszerű nem beengedni, mert ő is a szőrén keresztül képes behozni ezeket a polleneket a belső részbe. És utána, ami még tanács lehet például, hogyha mi magunk a munkába autóval járunk, az autóknak is a szellőztető vagy hűtő rendszerében pollen szűrőket lehet elhelyezni típustól függően, ezeket rendszeresen cseréljük például, és ezzel tudjuk megelőzni, hogy minél kisebb legyen a pollen terhelésünk.
És ugye mivel ez a pollen terhelés, ez maga a légutakat is érinti, ezért például aki dohányzik, náluk sokkal rosszabbak lehetnek ezek a tünetek, tehát a dohányzásnak a mérséklése legalábbis ebben az időszakban mindenféleképpen ajánlott. Ami még hasznos tanács lehet, hogy ugye ezek a pollenek, ezek megragadnak ugyanúgy a szemben, az ornyák, a hártyában, és egy ideig azok ott vannak, folyamatosan panaszokat tudnak generálni és létrehozni. És vannak úgynevezett ilyen orrzuhanyok, ezek ilyen kis készülékek, amelyek nagyobb nyomással sós vizet alkalmazva kimossák és lemossák az ornyák, a hártya, valamint a garatban lévő polleneket, és ezáltal megtisztítják, fellazítják a légútjainkat. Egy fél mondat erejéig szóba került a parlagfű. Csak azért emelném ki, mert azért a legtöbbet erről lehet hallani, hogy talán a legnagyobb problémát okozza mondjuk hazánkban is az allergiások tekintetében. Miért van az, hogy ennyire tartanunk kell ettől a növénytől? A különböző növényeknek más és más az allergizáló hatása. Tehát mint például a fák közül is mondjuk a tölgyfának is van valamilyen fokú, ilyen úgynevezett immunválaszt, allergiát kiváltó hatása. Úgy a parlagfű virágának és pollenjeinek ez a hatása, ez sokkal erősebb. Tehát sokkal nagyobb mértékű választ tud ki alakítani a szervezetünkbe. Tehát ez az egyik oka, hogy miért ennyire súlyos probléma. A másik pedig az, hogy ugye ez egy gyomnövény, tehát az élettere, az élet lehetőségei, azok kevésbé korlátozottak, mint például egy másfajta, sokkal igényesebb növény esetén, tehát sokkal könnyebben tud terjedni, szaporodni. Ezért el is indultak olyan országos kezdeményezések is, hogy a kötelező jelleggel nekünk felelősségünk az állampolgárként, hogy a parlag fűt mielőtt elindulna a bimbózási, virágzási időszak, tehát legkésőbb június végéig ki kell írtani a parlagfüvet például. Az valóban úgy van-e, hogy mostanság az utóbbi években, évtizedekben talán több az allergiás, pollenallergiás, van erre valamiféle kimutatás, vagy ez csak többet beszélünk róla, és azért hisszük azt, hogy több embert érint ez napjainkban? Növekedett általában mondom az allergiás, tehát az immunrendszernek a túlműködése, és ez megnyilvánulhat pollenben, másfajta ételallergiák esetén is, ezeknek a száma, ez növekszik, tehát ez kimutatható, hogy ez így van. Ennek a tudományos háttere, vagy legalábbis hipotézisei, ezek megvannak, hogy miért történhet ez így, de abszolút mértékben ezzel számolnunk kell, hogy a jelenlegi életmódunk és környezetünk következtében valószínűleg az allergiáknak a száma, beleértve pollenallergiákat is, növekedni fognak. Korosztályok tekintetében gyermekeket, felnőtteket, akár időseket is ugyanúgy érint ez a probléma? Alapvetően korosztály függően, ugye, ahogy változik a hormonrendszerünk, például változik nyilván az életmódunk, tehát idősebbként kevesebbet töltünk mondjuk lehet a természetben, mint fiatalként. Tehát korosztályok szempontjából a fiatalabb és a felnőtt korba, vagy az aktívabb életkorra vonatkozóan sokkal nagyobbak lehetnek ezeknek az esélyei. Gyermekkorban ott van egy nagyobb megemelkedés, tehát van egy nagyobb létszám, akiknél ezek az allergiás panaszok vagy fennállnak és fennállhatnak. Ezeknek egy része, idézőjelben mondom, nem lekopik, de hogy folyamatosan csökken, ahogy a pubertáskorba, valamint a felnőtt korba át fognak lépni. De utána, akiknél ez nem tűnik el, a felnőtt korban és ezek továbbra is ott vannak. Ez nem azt jelenti, hogy csak... Tehát, hogy felnőtt ember nem lehet majd allergiás, mert ez folyamatosan is kialakulhat az immunrendszernek a változása, de úgy van, hogyha édesapánál, édesanyánál, tehát rokonoknál volt már allergia, spanasz és probléma, nálunk is nagyobb eséllyel alakul ki gyerekkorban, és alakulhat ki akár felnőtt korban is. De végezetül mondjuk összességképpen elmondhatjuk, hogy azért ezek a tünetek kezelhetők, és akkor ezzel együtt lehet azért élni, vagy akár meg is lehet előzni ezeket a problémákat. Nagyon jól kezelhetők, inkább ezt mondom. Tehát az egyik lehetőség volt az immunterápia, amivel az oki problémát is meg tudjuk oldani. Ha betartjuk ezeket az életmódi tanácsokat, ezzel nagy eséllyel, vagy nagy mértékben tudjuk
a tüneteknek és a panaszoknak a súlyosságát csökkenteni és mérsékelni. És vannak gyógyszeres kezelések is, amelyek kifejezetten a tüneteket okozó anyagokat próbálják meg megkötni, vagy azoknak a hatását próbálják meg megakadályozni. Említettem a hisztamint, tehát ezt nagyon sokan ismerjük, az antihisztaminok. Ezek az úgynevezett allergiaellenes gyógyszerek például, amiket lehet alkalmazni. Ezeknek a nagy része például szájon át szedhető gyógyszer formájában is megvan, tehát ez eljut a szemünkhöz, eljut az orr és eljut a torok részünkhöz. Akkor vannak ugye kifejezetten olyan orrsprék, szemcseppek, amivel ezek a panaszok, tünetek enyhíthetők. Nagyon fontos, hogy ha ismerjük azt, hogy parlafűre mi allergiásak vagyunk, akkor ne akkor kezdjük el ezeket a gyógyszereket használni, amikor már a parlagfű virágzás már a közepén van, és akkor jelentkeznek a panaszaink, hanem már előre a pollen naptárat figyelve megelőzőleg kezdjük el ezeket a gyógyszereket szedni, hogy ne tudjon olyan mértékű válasz kialakulni a szervezetünkbe. Tehát nagyon fontos az, hogy ha mi nem vagyunk allergiások, akkor is tudunk segíteni azoknak, akik allergiások. Ez az egyik lehetőség, az, hogy mi is odafigyelünk a környezetünkre, és a parlafüvet találunk a saját portánkon vagy a környezetünkben, akkor azt mi írtsuk ki, mielőtt az elkezdene virágozni. Másrészt nagyon sok település figyel arra, hogy próbálja úgy kialakítani a saját zöld területeit, hogy minél kevésbé allergén tart növényeket telepítsenek. Tehát maga a település tervezésekor annak, hogy milyen virágokat, milyen fákat ültetünk, már előre oda lehet figyelni arra, hogy miket választunk. És a másik fontos dolog lehet az például, hogyha vannak a településen olyan például növények, amelyek kifejezetten fokozhatják az allergiás panaszokat. Például itt Morahalmon és a Vásártéren nyárfák voltak. Ezeknek a pejhez szöszös részei, nem is ők önmagukban, hanem amik ugyanúgy meg tudnak fogni különböző polleneket, más polleneket, azok bejutva a szervezetbe súlyosbíthatják, fokozhatják a panaszokat, és ezért itt most áprilisban, ha jól emlékszem, vagy márciusban nagyon jó kezdeményezésre ezeket a fákat kivágták, és majd olyan fák kerülnek ezeknek a helyükre, amelyek kevésbé okoznak allergiás panaszokat. És ami nagyon szép ebben, hogy a kivágott fákat, azokat pedig majd szociális céllal fogják majd hasznosítani. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.